Üdvözlöm Önöket, az év utolsó palettájával jelentkezünk, melyben ismét lesz téli fesztivál, film és koncert ajánló is. Tartsanak velünk! Békesség száll reánk, tisztább a szó. Most minden pillanat fenyő illatú. Igazi ünnepi hangulatot varázsol december 21-én a Hírösök órába Szekeres Adrián, aki nem először hozza el karácsonyi dalait Kecskemétre. A páratlan hangú énekesnő ezúttal dupla koncertet tart. A karácsonyi ünnepek legkedveltebb dalaival, valamint olyan szívből szóló slágerekkel érkezik Kecskemétre, mint a Kicsi szív, vagy az Olyan, mint te. A koncerten a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar kíséri már 3. éve, és ismét csatlakozik a zenével a Rákos Gyerekekért Alapítvány gyermekkórusa is. Az énekesnő az elmúlt években több száz adventi koncertet adott már, templomokba és nagy koncerttermekbe is elvitte a karácsony hangulatát egy-egy feledhetetlen hangulatú estére. A koncert 17 órakor, valamint 19 óra 30 perckor kezdődik a Hírösök óra kulturális központban. Szombaton 9 és 12 óra között kutyakarácsonyra várják az állatbarátokat a Menhely az Állatokért Alapítvány telephelyére. A kutyakarácsony célja, hogy közösen szebbé varázsolják a menhely kis árvainak életét. Aki örökbe fogadni nem tud, egy sétáltatással vagy néhány finom falattal kedveskedhet a kis kedvenceknek. December 1-én megkezdődött a téli fesztivál Kecskemét főterén. A 0 km kőtől a Hírös forrásig, onnan tovább a sétányon a Rákóczi útig a forralt italok és a frissen sült kürtös kalács illata száll a levegőben, és versenyre kell a lepény, a gőzölgő csülök és egyéb frissen sültek incsiklandozó látványával. Kóstolgatás közben idén is bárki beszerezheti a karácsonyi ajándéknak valót a város főterén. Ezen kívül programokkal is várják a látogatókat. Szombaton 17 órától az adventi koszorú 4. gyertyájának meggyújtására kerül sor, majd 19 órától a Living Room koncertjét tekinthetik meg a látogatók. Vasárnap 17 órától a színpadon a Profilbábcsoport Miért van tér című előadására kerül sor. 19 órakor pedig Péter Filili és a Ritmo akusztikus duó ismert popdalokat és saját szerzeményeket elevenít meg sajátos akusztikus formában, ezúttal karácsonyi dalokkal fűszerezve. Az elmúlt évek sikeres gyűjtései után rendhagyó módon idén 6. alkalommal ismételtem jótékonysági baráti forradborozásra invitálnak a Vágódeszka étterembe. Idén a becsületkasszás fogyasztásból származó bevételt a Védőháló Karitatív Egyesület által gondozott kecskeméti kétgyermekes családnak ajánlják fel. A minimum adomány ebben az évben 1000 forint lesz, amiért a megye legfinomabb forralt borát adják cserébe. Mese a karácsony lényegéről és az optimizmus megtörhetetlen erejéről. A Grinch magányosan éldegél barlangjában a Kobak hegyen, egyetlen társasága hűséges kutyája Max. A barlang tele van mindenféle találmánnyal és szerkentyűvel, melyek a házigazda mindennapi kényelmét szolgálják, így a Grinch csak akkor látja szomszédait kifalván, amikor kifogy az élelemből. Kifalva minden évben karácsonykor megzavarja hősünk magányát, az évről évre egyre nagyobb, fényesebb és hangosabb ünnepléssel. Amikor akik bejelentik, hogy idén 3-szor nagyobb lesz a karácsony, a Grinch rájön, hogy csupán egy módon biztosíthatja a csendet és a békességet. El kell lopnia a karácsonyt. Úgy dönt tehát, hogy Mikulásnak adja ki magát, sőt terveihez csapdába ejt egy nyafkarén szarvast is, hogy legyen, aki húzza a szánját. Eközben odalent kifalván Cindy Luki, egy kislány, akiben túlcsordul a karácsonyi vidámság. A barátaival azt tervezi, hogy csapdába ejti a karácsonyi köreit Rovó Mikulást, hogy megköszönhesse neki a sok segítséget,
amit túlterhelt édesanyjának nyújt. Ahogy közeledik a karácsony, félő, hogy a jó szándékú terv ütközni fog a Grinch jóval ármányosabb ütködéseivel. Vajon Cindy Lou-nak sikerül végre találkozni a Mikulással? És vajon sikerül-e a Grinchnek egyszer s mindenkorra elnémítani a Kik karácsony jó kedvét? Megtudhatják az Otthon moziban szombaton és vasárnap 16 órától. Most pedig a sportesemények következnek. December 21 és 22-e között rendezik az első cikluszáró úszóversenyt a Kecskeméti fürdőben. A versenyen gyermek A, cápa, delfin és békakor csoportban vesznek részt az úszók. Az ország minden tájáról és külföldről is jönnek ifjú sportolók. Az esemény célja, hogy verseny lehetőséget biztosítson a hazai és külföldi egyesületek, szakosztályok versenyzői részére. Az úszáson 50, 100, 200, 400, 800 és 1500 méteres hosszon versenyeznek, mell, hát, gyors és pillangúszás nemekben. Az esemény a Kecskeméti fürdőben lesz, a verseny pénteken és szombaton 9 órakor kezdődik. Fuss elébe a másnapnak, ezzel a mottóval immáron 22. alkalommal rendezik meg a szilveszteri futóversenyt a Benkó Zoltán szabadidőközpont dombfelőli oldalán. Hétfőn 3.4.11-től 3 távon, 2, 4 és 6 kilométeren mérettethetik meg magukat a futni vágyók. A hagyományos szilveszteri futás jó lehetőség a híres városiak számára, hogy a karácsonyi ünnepek a pihenés után mozgással töltsék az év utolsó napját. A verseny a futóév lezárása Kecskeméten. Az esemény nem az eredményekről szól, így minden célba érkező ajándékot kap. Valamint a távok első 3 helyezettje egy éremmel gazdagodik. Ez év februárjában egy kivételes labdarúgó sportember előtt hajtott fejet az ország. Lázár Bence élete legnagyobb mérkőzését nem tudta megnyerni, tragikusan fiatalon leukémiában hunyt el. Bence tiszteletére 2018. december 28-án első alkalommal rendezik a Lázár Bence emlékgálát. A 35 év feletti korosztálynak kiírt 10 csapatos teremlabdarúgó tornán Bence korábbi klubjai mellett több NB1, NB2, NB3-as labdarúgó klub képviselteti magát, valamint korábbi első osztályú, illetve magyar válogatott labdarúgó lép pályára. Az emlékgála programját további két színvonalas gálamérkőzés színesíti. Bence álma volt, hogy amikor meggyógyul, létrehoz egy alapítványt, mellyel a leukémiában szenvedőknek és a kórháznak fog segíteni. Helyette családja hozta létre ezt az alapítványt, hogy örök emléket állítson az emberek szívében szeretett fiúkról. Az esemény teljes bevételét a Soha ne add fel Lázár Bence emlék alapítvány számára kerül felajánlásra. A rendezvény ideje alatt a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat által 10 és 15 óra között véradást szerveznek a helyszínen, a Messz István sportcsarnokban. Ennyi volt már a paletta, magam és munkatársaim nevében is boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánunk. Tartsanak velünk 2019-ben is, viszontlátásra!